Kevesebb mint két hét múlva vége a vakációnak. Ennyi ideje maradt a gyermekeknek és a szülőknek arra, hogy a nyári üzemmódról áthangoljanak a tanévkezdésre. A szakemberek szerint fontos időszak ez, mert nem csak a lelki, hanem a fizikai felkészülést is érdemes elkezdeni ilyenkor. Most ez a feladat a szülőknek, hogy előrébb kell hozni a lefekvés idejét, és hát talán ebben már segít, hogy kicsit hamarabb sötétedik, de otthon is lehet erre különböző technikákat, mondjuk este már ne fogyasszanak cukros üdítőt, édességet a gyerekek, hogy ne pörögjenek fel, a képernyő használatot is este most már egy kicsit lehet jobban korlátozni, inkább halványabb fények, mint a kék fény, és meseolvasás, társasozás, ami egy picit hamarabb lecsendesíti a gyerekeket. Napközben mozogjanak sokat, hogy jól elfáradjanak, és hát a kisebb korosztálynak már este 9-kor érdemes lefeküdni. Nyilván a kamaszoknál ez még sokkal nehezebb nekik, a bioritmusuk is azt diktálja, hogy hajnalokig fent legyenek, de ahhoz, hogy majd a reggeli órákban is megfelelően tudjanak az iskolába figyelni, nagyon fontos, hogy kipihentek legyenek. A pihenés mellett a koncentrációt fejlesztő játékos feladatokkal, naponta pár perc olvasással is segíthetjük, főként az alsó tagozatos gyermekek iskolára hangolódását. A leendő elsősöknél viszont a nyár utolsó napjaiban inkább a lazításra koncentráljunk. Szakemberek szerint ugyanis még a szülők nagy részénél is stresszel teli időszak az augusztus vége. Az iskolába készülő kicsiknél ezért az esetleges szorongás feloldása a legfontosabb. Az első osztályosok sem egy nap alatt lesznek első osztályosok, hanem adjunk ennek időt. Ez egy hosszabb folyamat, inkább olyan novemberre érnek ők meg az iskolára. Attól, hogy most szeptemberben beiratkoznak, vagy hogy elkezdik az iskolát, még nem lesznek automatikusan iskolások. Úgyhogy ez is egy ilyen hosszabb, hagyjunk nekik időt, legyünk türelmesek. A reggeli sírdogálásokkal is, ha esetleg ez van, akkor is ezekkel is legyünk megértőek, elfogadóak, ne kérjük tőlük, hogy ne sírjanak feltétlenül, hanem biztassuk arra őket, hogy fejezzék ki az érzéseiket, de nyugtassuk meg őket, hogy minden rendben lesz, meg fogják szokni az iskolát, lesznek barátaik, de hogy az elején nehéz, hát meg minden új, ezzel tudjunk egy kicsit empatizálni szülőként. Az első pár hét minden korosztály számára okoz nehézséget. Az átállásban azonban sokat segíthet, ha a napirend kialakításában fontos szerep jut az elegendő alvásnak.